Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát? És mit fog tenni? Ez egy általános kivetés. De megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a három kérdőjeles jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És akik megrendelik a havi ingyenes hírlapot, minden hónapban kapnak kedvezményeket. De jelenleg van még egy kedvezmény, aki mindenkire vonatkozik, ez a Valentin napi szerelmi jóslás, vagy védikus asztrológiával együtt 6000 forintért, vagy gyertyamágiával együtt 6000 forintért, vagy mediális üzenettel együtt szintén 6000 forintért. Ez az aktuális akciós jóslásom. Amikor ez a videó megjelenik, az február 6-a, és ezen a napon Mars bolygó az indiai asztrológia szerint, ez szerint a számítás szerint áttér a bak jegyébe, és ott marad március 15-éig. Ez kihat az élet erőnkre, itt vannak komoly célok, kell a türelem, a kitartás ezeket a célokat elérni. Mars bolygó az jelenti a férfiakat is, és ott is vannak magas célok, amit szeretnének elérni, ami a párkapcsolatot illeti, komoly dolgokról lesz szó, és elvárja azt, hogy megkapja tőlünk, hölgyektől az elismerést, hogy mi felnézzünk rám. Ezen a napon, tehát február 6-án a hold eléri a kígyó tartó csillagképet. Ez nem más, mint a görög mitológia szerint Asklépiusz, az égi orvos. Ennek van egy gyógyító ereje. Ami érdekes, és itt feltenném a kérdést, de még választ nem kaptam erre, ez a kígyó tartó csillagkép az ekliptikán van, és tulajdonképpen hozzá tartozik a jegyekhez, a 12 csillag jegyhez, és akkor ez lenne a 13. De miért nem tartozik ide, és miért nem 13 csillagjegy van, hanem 12? Ezt szeretném tudni, de még nem kaptam erre választ. Hogy mi a véleményetek erről, azt leírhatjátok a kommentárba. Tehát itt a kígyó tartó csillagképről van szó, és ez a csillagkép a Szkorpión jegye és a Nyilas jegye között van. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, az itt felül látható. Itt a kelyhek szimbolizálják a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Ez a kártya utal az álmokra, a vágyakra, az elképzelésekre. És itt ez a kártya szimbolizálja a napot. A nap megvilágítja ezeket a gondolatokat, ezeket az elképzeléseket. Tehát ő tisztában van azzal, hogy mi a terve, miről álmodozik, mi a vágya,
amit természetesen szeretne elérni. Amit a nap jelent, hogy itt tisztázódnak bizonyos dolgok, vagy ő szeretne tisztázni veled valamit. A nap jelenti a vonzó erőt is kettőtök között, vagy megvilágít téged, láthatóvá tesz téged, tehát ő szeretne téged látni, itt lesz egy találkozás. Ez az egyik vágy, vagy elképzelés az ő részéről, és mivel a gondolataiban jelenik meg, ő tudatában van ezzel. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt is a kelyhek vannak, tehát érzelmekről van szó. Itt látható az ő hite, ő hisz ebben. De ezen a képen 9 kehely van, megjelenik a 9-es szám. És a 9-es szám jelenti a korlátozásokat. Vagy valaki beleszól a dolgaiba, korlátozza őt, vagy ő nem tudja hogyan tovább, hiszen ez a 9-es szám olyan, mint egy kerítés. Nem látja, hogy mi van a kerítés mögött. Nem tudja, hogy mi lesz, ha egy lépéssel közeledik hozzád. Itt át kell mászni ezen a kerítésen, hogy tovább menjenek a dolgok, és hogy lássa azt, igen, hogyan alakulnak ezek a dolgok. Ami most nála még fontos, hogy itt megvan a hite, vagy most erősíti a hitét abban, hogy meg lesz az élet ereje ahhoz, hogy átmásszon a kerítésen, hogy közeledjen hozzád, hogy itt tisztázzatok egymással valamit. Mit fog tenni? Itt is a kehely látható, és itt is a kelyhek, tehát az érzelmekről van szó. Bátran érzelmekkel közeledik most hozzád. Kimutatja azt, hogy mit akar. Beszélni akar veled, tisztázni akar veled valamit. Itt meg lesz a közeledés, és itt érzelmekről van szó. Ő kimutatja az érzelmeit, de vannak elképzelései, és szeretné azt, ha te is kimutatnád a te érzelmeidet. Itt középen a magyar kártya látható, párszor már említettem, hogy a férjem készítette ezt a kártyát, ez hasonló, mint a germánoknál a rúna, és itt a rovas írásról van szó, és megnézzük, hogy melyik betű mutatkozik, melyik szimbólum. F betű. Ez jelenthet egy nevet, hogy ezzel a betűvel kezdődik valakinek a neve, mint például Ferenc vagy Franciska. Jelenthet egy helyet is, egy várost, vagy egy falut, lehet, hogy ennek is van egy jelentősége, vagy lehet egy fogalom is. Hogy nálad mit jelent ez az F betű, azt leírhatod a kommentárba, sőt a véleményedet is, hogy hogy látod ezt a kártyát, érdemes-e veled dolgozni, tetszik-e neked. A régi betűírás az itt látható középen, korábban ez volt az F betű. És ennek az írásnak van szimbolikus jelentősége, és itt elgondolkozhatunk azon, mit jelent ez a szimbólum. Itt van egy kör, az jelenti a kapcsolatokat, vagy vele, de lehet munkahelyi kapcsolat, vagy családi kapcsolat is, és itt a kör közepén megjelenik ez a kereszt, hogy a sors utatok kereszteződik,
hogy fontos döntésekről van szó, hogy ő keresi veled a kapcsolatot. Lesznek itt szerződések is. Azt is jelentheti ez a szimbólum, hogy a körön belül megvan a kommunikáció, megvan a kapcsolat vagy találkozás, de ez köztetek marad, úgyhogy akik kívülről tekintenek bele a dolgokba, ők nem látnak semmit. Tehát ez lehet egy titok is, hogy mások nem tudják azt, hogy ti ketten mit terveztek, milyen a kapcsolat kettőtök között, hiszen ez a kör szintén olyan lehet, mint egy kerítés, itt be van kerítve minden, nem tud más személy ide belépni. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kérlek, írd le a véleményedet a kommentárba, hogy tetszette, igen vagy sem. Ha igen, akkor lájkold a videót, vagy jelentkezz fel a csatornámra. Annak is örülnék, ha meglátogatnál a Facebook oldalamon. Ebből van kettő, az egyik Tender a Medici, a másik pedig Tender a Susanna Medici. És akkor megvan ott is a kapcsolat, megvan ez a kör köztem és köztetek. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderra!